következő napi rendi pont a Hunyadi út 11 szám alatt levő telephez kapcsolódó új bérleti szerződés megkötése, a víztorony tetején a Vodafone állomással újabb 5 éves szerződést kötetnek. Gazdasági bizottságnak volt egy javaslata a szerződés 2.3.5-ös pontja kiegészül azzal, hogy egész addig köteles a bérlő fizetni a bérleti díjat, míg teljes egészében el nem távolítja az antennát, tehát abban az esetben, ha a szerződés a határidő előtt felmondásra kerülne a bérlő részéről, hogy a felmondási időtartam alatt is köteles a bérleti díjat megfizetni. Ennyi módosítás van a korábbi anyaghoz képest, ezt befogadtam, a határozati javaslatot ennek megfelelően kérem, hogy támogassa majd a testület. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Hát ez minden évben infláció mértékével emelkedni fog a bérleti díj. Nem tudok többet hozzátenni. Most is ott van, és annyit azért itt is elmondok testületülésem, hogy az üzleti parkban van egy nagyon keskeny terület, ami nehezen hasznosítható és bérbeadható. Javaslom, hogy majd gondolkodjon a testület, hogy oda tornyot építeni. A helyépítési szabályzatunk, illetve a településképi rendeletünk lehetővé teszi, hogy ott egy torony felállításra kerüljön, hiszen valamennyi kábel-tv-nek, internetszolgáltatónak és telefontársaságnak érdeke van átjátszókat telepíteni, és ez egyre inkább elburjánzik, és ez lakóterületen kívül van, tehát ebből pénzt csinálhat a város, de ehhez akkor magát a vasszerkezetet azt majd meg kell építeni, és akkor oda ki lehet rakni mindazt, ami most jelenleg például a víztorony tetején van a város közepén. De ez csak majd egy későbbi javaslat. Szerződéshez van-e valakinek hozzászólása? Nincsen. Lezárom a vitát, kérem a határozatot elfogadni, szíveskedjen. A Gazdasági Bizottság javaslatával kiegészített szerződés.